2016-ban alakult át a megyeszékhely családsegítője, azóta nyíregyházi család és gyermekjóléti központ néven működik. Jelenleg 100 fővel végzik tevékenységüket, melynek elsődleges célja ma már az, hogy minél kevesebb eset jusson el hatósági szintre, és egyre hangsúlyosabb legyen a preventív jelleggel végzett szociális tevékenység. A tavalyi évben elmondható, hogy közel 7000 fővel léptünk kapcsolatba, akik valamilyen szociális problémával keresték fel az intézményünket. A jelzőrendszeri tagoktól pedig 1745 esetben érkezett jelzés kiskorú veszélyeztetése témakörben. Én azt gondolom, hogy a hatósági munkánk sem volt kevesebb a tavalyi évben, tehát közel 1500 esetben kellett hatósági jellegű feladatokat végeznünk, de talán még ennél is nagyobb az a szám, ami a szolgálat szintjén megjelent, hiszen körülbelül 2000 családdal léptünk kapcsolatban, akiknek valamilyen úton, módon szociális problémáikon segítettünk, és még ennél is nagyobb az a szám, akik legalább egyszer kapcsolatba léptek velünk. A kiskorúak veszélyeztetése tekintetében a leggyakoribb probléma az érzelmi és a fizikai elhanyagolás, míg felnőttek esetében az anyagi, életvezetési és mentális problémák állnak a lista élén. Számunkra fontosak a családok és a gyerekek, attól függetlenül, hogy van egy érdemleges előrelépés, hiszen a háztartási panelkutatás kimutatta azt, hogy a Nyíregyházán javultak az életkörülmények, jól megfogható módon javultak az életkörülmények, de én azt gondolom, hogy egy hátrányos helyzetű gyerek is sok, és egy gyermekért is meg kell mindent tenni, azért, hogy megfelelő legyen az ő szellemi és testi fejlődése. Tavaly szeptembertől óvodai és iskolai szociális segítő munkát is végeznek a központ szakemberei. Ez azt jelenti, hogy 1000 gyerekenként egy fő szociális segítő áll az oktatási és nevelési intézmények rendelkezésére a nyíregyházi járásban. A cél, hogy minél kevesebb legyen az iskolai hiányzás és a középiskolai lemorzsolódás.